Sziasztok! Ebben a videóban az új kajakomról fogok beszélni, amit alattam láthattok. Ez nem más, mint egy Feelfree Lure 10 V2, azaz egy felújított változat. Két éve alakították kicsit át a kajakot. Az előző változathoz képest alakítottak az alján, könnyebb bevezni, illetve a háttámláját a széknek megmagasították, sokkal jobban tartja a derekat. Plusz még van benne egy kivehető ilyen kis rekesz, amit alapjól harradarnak készítettek, de tökéletes tárolni minden olyat, amit nem akarunk, hogy vizes legyen, mivel vízhatlan tárolóról beszélünk. A kajak egyébként 305 cm hosszú, tehát ugyanakkora, mint az előző kajakom volt, és talán szélességre is 86 cm, hogyha jól emlékszem, tehát abban is megegyezik, viszont, mint már mondtam, kialakításban teljesen más. Sokkal jobb bevezni, valamivel stabilabb is, illetve az ülés az sokkal magasabbra állítható. A kajak elejét úgy alakították ki, hogy egyből kiöntöttek egy fogantyút, ami azért jó, mert nem fog meglazulni vagy letörni. Mögötte található egy vízhatlan tároló, amit ezzel a három zárral tudunk kinyitni, illetve becsukni. Ide mehet minden olyan, amit nem akarok, hogy vizes legyen. Ezután a már említett kivehető harradar tartó. Ezt most egy kézzel elég nehéz megfogni, de ebbe mindenféle cuccot belerakhatunk, amit megint csak nem akarunk, hogy vizes legyen. Nekem ebben van most az engedélyem, illetve mindenféle fogó, zsebkendő, stb. A kajak gyártói arra is gondoltak, hogyha le akarjuk támasztani a botunkat, mindkét oldalra raktak ilyen kis bottartó pöcköket, amik szépen helybe tartják a botot, nem fog össze-vissza csúszkálni. A láptámaszok azok természetesen szabadon állíthatóak, és egyszerűen fixálhatók. Továbbá vannak itt még sinek, amikre rakhatunk mindenféle telefontartót, harradart, bármit. Ezek itt pedig az emezőtartó gumipókok. Ezekből is kettő van mindkét oldalon. Illetve itt még van egy ugyanúgy öntött fogantyú, ami nagyban megkönnyíti a kajak mozgatását. Az ülés előtt egy csúszásmentes felület van, ami akkor fontos, hogyha állva szeretnék beledobálni, nem fogok rá csúszkálni. És el is érkeztünk talán a legkomolyabb fejlesztéshez az előző kajakomhoz képest, ehhez az üléshez, ami nem más, mint a Feelfree-nek a Gravity Seat-je. Ez 20 cm magasáig állítható, és rendkívül kényelmes egy elsőre. Igaz, még csak 3 órát forgáztam belőle, de ennyi idő alatt nagyon bejött. Az ülésen találhatóak még zsebek mindkét oldalt, minden raktam a telefonomat, illetve fogókat és kesztyűt. Az ülés egyébként egy egyszerű mozdulattal lerakható egészen a kajaknak a zajjáig, de ezt most nem fogom megmutatni, mert alatta vannak a csalisdobozaim, illetve egy mérce, úgyhogy most azt nem akarom átpakolgatni. Mögötte mindkét oldalon van bottartó, csak a szokásos horgászkajak kialakítás, illetve egy állítható gumipókos rendszer, ami segíti lefogatni a cuccokat, amiket ide hátra dobunk. Plusz még itt hátul ki van alakítva a kajakba egy kormánylapátrendszer. Meg lehet hozzá külön venni a kormánylapátot, ami nagyban megkönnyíti az irányítását. Ezt nagyon egyszerű lesz majd felszerelni, előre ki vannak furva a lyukak, csak be kell kábelezni, és igazából ennyi. Illetve, hogyha bent van a kormánylapát, akkor ugye nem tudjuk használni ezt a kiöntött fogantyút, ezért raktak ide is egyet. A kajak hátuljába szereltek még egy kereket, ami miatt nagyon könnyű mozgatni, egyedül se jelent problémát a vízretétel. Most vagyok kint az első horgászatán a kajaknak. Eddig nagyon bejön, igaz, még csak 3 órát horgáztam vele, de rendkívül stabil, hogy láthatjátok, feltörőkben simán állni, szinte alig mozog. Úgyhogy remélem, hogy halakkal is fel tudom majd avatni, ezt majd a következő videóban láthatjátok. Hogyha tetszett, kérlek iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!